Nagyon nagy szeretettel köszöntöm a kedves televízió nézőket, újra itt vagyunk, és hát előszeretettel üdvözlöm a kedves bikákat és a bika aszcendensűeket is. De hát kezdjünk is bele a műsorba. Hát kérem szépen, ez a hét azért eléggé intenzíven indult, és hát lényegében ugye itt van egy Jupiter-Uránusz, amiért intenzíven indult ez az egész hetünk, és itt volt egy Skorpió telihold, bika nappal, ami hát azért tette a dolgát, és bizony-bizony érzelmi téren eléggé kiteljesítő energiákat hozott. Na most sajnos, hogy ugye mivel van egy Jupiter-Chiron is, ami az érzelmekben a vágyaknak a beteljesítését is csinálja, de azért tud káoszt csinálni benne, mert az, hogy csak vágyakozunk valamire, de egyáltalán nem mindig sikerül elérni az áhított célt, hát az pontosan ilyenkor tud bekövetkezni. De ugyanakkor azért a Skorpió teli hold azért érzelmi folyamatokban meghozta azokat a változásokat, amelyek ugye hát a bika napban eléggé szélsőségesen tudta áramoltatni azt az energiát, ami a szélsőség és ugye a két végletet mutatja az érzelmekben. De ugyanakkor egy kicsit miután misztikus állás is, hát azért itt a varázslás, a úgymond boszorkányság most ilyenkor még jobban energiát hoz, és hát ilyenkor vannak olyan folyamatok, amikor az emberben előtör az, hogy mennyire fontos az, hogy higgyünk saját magunkba, és mennyire fontos az, hogy mindent meg is teszünk érte, és tényleg, mintha boszorkányok lennénk, jönnek a megérzések. Tehát a boszorkányokban ugye nem mindig a csúf és gonosz boszorkányra kell gondolni, hanem azokra a boszorkányokra is, akik gyógyítottak, de erről majd később. Kérem szépen, itt vagyunk a bika csillagkéve és a bika jegyében, és hát ilyenkor a bika jegye, ugye hát nem véletlen egy érdekes jegy, mert ugye hát földi jegy, a stabilitás, az érzelmek, és hát ilyenkor a lélek azt érzi, vagyis hát amikor a lélek azt érzi, hogy a rendelkezésére álló energiát arra használja fel, hogy megtanulja, hogy a termékenység, a megtermékenyítés, és magában az, hogy ki mint vett, úgy arat. Tehát ennek a mondani valója, amikor a lélek megérzi azt, hogy mit kell cselekedni a földiességében, tehát a földiességével. De ugyanakkor, miután a tavasz közepéről van szó, és szilárd jegyről, azért a bikáról nagyon sok érdekes mitosz van, és hát ugye a bika csillagképhez tartozó legenda azt meséli el, hogy hogyan győzte le Tézeusz Ariadné királylány segítségével, hát Minotauruszt, ugye a szörnyet, a bika fejű szörnyet, aki ugyan az aranyfonállal vált semmivé, és ilyenkor azért érdemes elgondolkodni a mitoszon, hogy mire is utal ez a mitosz, a bennünk lévő, tehát a bikának a legyőzhetetlenségében, de viszont azért hozzátenném még azt is, hogy azért érdekességből a bika jegyéhez hozzátartozó, ugye a Corona Borealis, ugye az északi korona csillagképe, és ugye ez 7 csillagból áll. De ez a 7 csillagnak a közepén van a legfényesebb, a gemma, ami ugye a lényeglátás szimbóluma. És ez pontosan azoknál a bikáknál fordul elő, amikor a bika olyan, tehát olyan időszakban született bikáknál, amikor a bika olyan nagyon pontosan kimondja, nagyon céltudatos, nagyon eléri, amit akar, és nagyon határozott a szakmájában, nagyon előretör a szakmájában, tehát akkor pontosan erről beszélünk. Na most Afrodité a bikáknak ugye a Vénusz uralkodó bolygója, és olimposzi védnöke Afrodité, a termékenység, és hát a szellem, szerelem istennője, aki és ami körforgásban tart mindenkit, és pontosan a bikáknak ez egy nagyon fontos jelölője.
A másik érdekesség az pedig az, hogy ugye a csillagképben a bika feje a szellemiségnek azt a szimbólumát mutatja, ami ugye, aki azon gondolkodik, hogy hogyan lehet az élettelenből élőt varázsolni, tehát mindent megtermékenyít, mindent élővé varázsol. Hát ilyen érdekességeket is tartalmaz a bika jegye, de hát miután a bikának a szarva lefele csavarodik, pontosan arról van szó ilyenkor, hogy ugye az asztrológiai gondolkodás szerint, hogy mennyire két lábbal áll a Földön, és mennyire tud határozottan dönteni bizonyos dolgokban. De fogom még folytatni, és közben azért elárulom a műsor hívható telefonszámát, ami nem más, mint a 269-0386-os nem emeldíjas telefonszám, és ezen a telefonszámon lehet bejelentkezni, és lehet velem beszélni, és fogadom a kedves telefonálókat, akik úgy gondolják, hogy velem szeretnék megbeszélni azokat a problémákat, amelyek ugye érintik őket. Na most hozzátenném azt is, hogy ugye ilyenkor akik a bika havában születtek, azoknak ebben az időben indul el a csillagászati 2024-es esztendő. A legelső kedves telefonálót köszöntöm. Ön van a műsorban. Halló. Jó estét. Jó napot, Zsuzsa. Mária vagyok. Miben segíthetek, Mária? 1956, 02, 23. 23. Aha, és mi a probléma, tessék mondani? Hát tulajdonképpen két dolgot szeretnék kérdezni. Az egyik, hogy hát ugye már nem vagyok olyan fiatal, visszaköltöztem eredeti helyemre két hónapja, igen. És történik-e valami olyan dolog még az életemben, amit esetleg érdemes megemlíteni. Tehát költözök esetleg még egyszer valahová legalább, vagy anyagi helyzet, tehát ilyesmire gondolok. Na most, ahogy én elnézem, ön ugye egy nagyon korai halak jegyében született, és hát az, hogy nem vagyok olyan fiatal, hát ezt meg se hallottam, mert ilyen nincs, mert a lélek az egy örök fiatal dolog. Tehát azért az nem úgy működik, hogy húha, én már megöregettem, aztán jobb, hogyha már én már jobb, ha bekötöm a fejem, és el van intézve. Már ki sem megyek az utcára, vagy éppenséggel egy ilyen lehúzó energiát építek saját magam köré. Kérem szépen, én arra gondoltam, hogy ugye kérdés az, hogy elköltözök-e még, vagy van még változás az életében, hogy ne. És ha eddig úgy gondolta, hogy az életében próbálja a szerencséjét, akkor lehet próbálkozni, mert az egész sorsa arról szól, hogy minden nehéz helyzetből kijött. Igen. Na most hatalmas a megérző készsége, és hatalmas a szeretet önben. Tehát óriási szeretet igény, és óriási szeretetet is tud adni. Nem tudom, hogy ezt tudja el magáról. Hát elég sok mindent tudok, mert így olvasgattam, tehát mindig így magamra vetítve, de egyébként most úgy van, hogy lezárult egy fejezet, én úgy gondolom, és hogy hogyan tovább, ezt már nem tudom. Na de ha úgy gondolja, hogy lezárult egy fejezet, és ez a fejezet már megszűnt az ön érdeklődési köréből, vagy éppenséggel, hát miért zárult le az a fejezet? Elköltözött, azért zárult le egy fejezet, vagy a párkapcsolata? Hát az meg nem is volt, tehát én azért egyedül élek 10 éve, sőt annál is több, és hát ugye volt egy ügy, ami
egy ilyen rendőrségi ügy, tehát amit nem voltunk képesek megoldani, tehát az úgy zárult le, hogy az befejeződött, tehát a lehetőség esetleg sem lesz meg már. Uh-huh. Annak, hogy ez egy, arra ment volna ki ez a játék, egy esetleges párkapcsolatra, de ebből ezt én úgy zártam le, hogy mert már nagyon fárasztó volt, és sok ideig tartott, hogy vége. Tehát ezt már tovább nem tudtam csinálni. Kérem szépen, a sors tud nagyon furcsa dolgokat produkálni, de én arra gondoltam, hogy esetleg most elnézést kérek, én felteszek egy furcsa kérdést önnek, aztán igen, ha nem akar rá válaszolni, akkor nem kell, de és előre is elnézést kérek. Nem ön volt az áldozat ebben a helyzetben? De igen. Tehát egy kihasználásos, valamiféle olyan dolog történt, és ezt már mielőtt tetszett mondani, úgy kezdtem kapizsgálni, hogy itt történt egy átverés. Történt egy olyan dolog, ami nem biztos, hogy önnek nagyon kellemes volt. Na most ezen a korszakon az lehet, hogy ön már túl van, még teljesen azért nem nincs túl, mert egy olyan neptuni időszak van most, vagyis hát februártól, amikor még ebből a ködből és ebből a káoszból, ami ön körül volt, megpróbál valahogy utat törni és kifele jönni. Ki fog jönni belőle, nem erről van szó, de ön még ezen nincsen túl. Uh-huh. Szóval én úgy gondolom, hogy hát na most innentől, ha azt veszük, akkor március, április, május, június, július, augusztusig ön ne nagyon változtasson lakóhelyet, ha lehetne, mert utána várhatóan elképzelhető, hogy az anyagi vonzatú, financiális dolgok megoldódnak. Tehát valahonnan jön valamilyen nagyobb összeg, ami tendencia szerint várható, és utána pedig elképzelhető az is, hogy nem most, hanem majd a következő februártól én úgy látnám, hogy akkor már felfele tendál mindenféle olyan időszak az ön életében, amikor már az eddig elért tehát sikereket jobban tudja kamatoztatni. Most még nincs itt ennek az ideje. Most még ebből a káoszból kell kilépnie valahogy. Értem. De hozzáteszem, még egyszer ilyen káoszban ne lépjen bele, ha lehet. Hát igen, ez eléggé ronda dolog volt, így már. Tehát és ilyen neptuni zúrzavar. Ehhez kapcsolódok egy picit, de hogy a lányom, aki itt lakik a közelemben, ővel viszonylag jó kapcsolatban voltunk, én is segítettem neki, ő is rajtam. Igen. És ebből az ügyből kifolyólag volt egy valaki, de ezt most nem szeretném megnevezni sem, megmondani sem, mert nem mondják, hogy én írtam, mit beszélek, de igen, volt egy ember, aki szándékosan bennünk őtet alja olyan szinten zaklatta a napi szinten, hogy mi veszünk össze. Tehát gyakorlatilag felidegesítette, vagy én nem is tudom, tehát egy ilyen olyan borzalmas helyzetet teremtett. Kérem szépen. Hogy betelt a pohár ő nála is, de hát most nem mondom, hogy nálam is, de per pillanat, de nem is találkozunk. Itt vagyunk 200 méter egymástól, de mintha nem lennénk egymásra kíváncsiak, de mondom, ez egy harmadik ember okozta, káosz miatt van. És hogy esetleg, hogy ő vele meg fogja javulni a kapcsolat, tehát megnyugszik ő is, meg én is, és akkor visszaáll az eredeti állapot. A születési képletét, ha lehetne, akkor a születési képletét kérném a kedves. 1983 08-25. Nehezen, de ki fognak békülni. Na most, hát itt nem az, mert hál' Istennek azért olyan vész nincs az életében, de azért jó, de időbe telik még. De maradjunk annyiban, hogy elképzelhető, hogy
ebben az évében még egy jó nagy csalódást át kell a lányának élnie. Igen? Igen. És sajnos ez egy ilyen kívülről jövő okok véget lehet, igen, de teljesen mindegy, úgyhogy én azt mondom önnek, hogy élje a napjait, ki fog ebből jönni, a kedves lánya is ki fog jönni, de ha egy kellemetlen személy, aki zaklatja őt, akkor lehet olyan hatósághoz fordulni, lehet a rendőrséghez fordulni, lehet bárhol fordulni. Csak ez a bármilyen hatósági személyről van szó. Hát akkor pedig el kell zárkózni tőle, vagy pedig hát... Csak hát, hát remélem, hogy tehát azóta, amióta én itt vagy két hónapja, általában már nem zaklatja, tehát, és akkor még egy valami ilyen nagy dolog történik? Elképzelhető, hogy ez egy ilyen lelki csalódás. Tehát úgy érzi, hogy kívülről jövő problémái voltak, és csalódottá vált, érti? Tehát igen, ezen még túl lesz, utána pedig ki fognak békülni, sok a káosz, sok a probléma, van nem publikus része is ennek az egésznek, de én úgy igen gondolom, hogy ezt a káoszt, ezt mindenféleképpen nem kell tovább tupírozni. Hagyjunk mást is szóhoz jutni, jó, ha lehet. Jó, rendben, jó. Tehát azt hiszem, hogy körülbelül mikor, akkor így nem. Hát nézze, én úgy gondolom, hogy egy fél év még beletelik. Fél év? Igen. Uh-huh. Akkor jó, értem. Rendben, Zsuzsa, akkor köszönöm, hogy segített. Én köszönöm szépen, és mindig a belső hangra hallgasson, és magára. Mindig azt szoktam mondani a kedves betelefonálóknak, vagy a kedves vendégeknek, hogy soha ne rám hallgassanak. Az ember csak közvetíti, vagyis egy tanácsadónak az a dolga, egy numerológusnak, asztrológusnak, hogy az ember megossza és közvetíti azoknak a jeleknek, bennünk lévő analógiáknak a mondani valóját, amiért itt vagyunk a Földön. Folytatni fogom. Itt a következő kedves telefonáló. Nagyon nagy szeretettel köszöntöm Ön van a műsorban. Jó napot kívánok! Judit vagyok, 1950, október 21. Igen. És a másik fél, az Béla, 1941. Igen. November 30. Uha! És mi a kedves kérdése? Hát, hogy van ebből a barátságból lesz-e valami, vagy így marad? Hát egy elég jó kis konstelláció ez. Na most, kedves Judit, megkérdezhetném, ön együtt él a Bélával, vagy pedig nem? Nem, csak barátok vagyunk. Ja, barátkoznak. Én igen azt mondom önnek, hogy mivel a két embernek, tehát tudni kell, hogy ön egy nagyon fiatal skorpió. Egy kicsit szélsőséges, szerencsés ugyanakkor, de nehezen viseli azokat a dolgokat, amik felnagyítja a dolgokat, és nehezen is viseli az igazságtalanságokat. De én ebben a kapcsolatban azt látom, hogy hátúzzált a kapcsolat, és ez a kapcsolat megmarad az ön részére. Nagyon jó partnerek lehetnek egymás számára. Ugye esetleg fejlődik még ez a kapcsolat? Hogyne. Mennyi ideje tart? Jaj, rettetes régi barátság, de nagyon megállt most, ahogy nem találkoztunk. Egy ideje nem indult egy kül se erre, sem erre. Pedig az ön részére azért októbertől elindult egy érdekes időszak, tehát azért egy új korszaknak kellett, hogy elkezdődjön, amit saját magán kellett, hogy érezzen. Aztán, hogyha jól lomtalanította ki a tavalyi évet, vagy az azt megelőzőt, akkor talán annak ellenére, hogy egy régi kapcsolat új köntösben lehet, hogy előjön, de ennek az úrnak most nagyon sok a problémája, ahogy igen elnézem. Igen. És jó, hogy kompatibilis, mert meg tudja oldani, de év szerint novembertől bestagnálnak a dolgai, megállnak a dolgai. Én azt mondom önnek, hogy nem veszítik el egymást. Érdemes türelmesnek lenni. Jó, hát és más valami esetleg nem áll, esetleg más érdekes
férfi meg. Hát én nem tudom, hogy ön hány kapcsolatot szeretne az életében. Hát egyet, de legalább normális legyen, tehát azért jó legyen. Én azt mondom, hogy mivel de hát nem is csodálkozom a kérdésnél egy ilyen fiatal skorpiónál, mindenki retteg a skorpióktól, pedig a legjobb jegyeknek, hát nincs is rossz jegy tulajdonképpen, hanem mindegyiknek más a mondani valója. Én úgy gondolom, hogy más kapcsolat is talán bejöhet az életébe, de mivel evel az úrral kérdezte, hát ennek a születési dátumát látom, evel kompatibilis. Tehát másnak, a más úrnak majd esetleg akkor fogom tudni megmondani, hogy, hogy működő képes-e a kapcsolat, ha tudjuk, hogy ki és mikor született. Hát most akkor... Jó. Így már rendben nehezebb. Rendben van, jó, mert igen, jó, hát köszönöm szépen. Én azt mondom, hogy... Megtudtam, igen. Így van, kedves Judit. Nagyon szépen. Nincs igen? Egyedül létre utaló bolygója, nyugodjon meg. Nem mondja, tényleg? Tényleg. Olyan sokat vagyok egyedül. Igen. Higgyel, hogy nem, sokat. Egyáltalán nem nincs. Mindegy. Hát nagyon szépen köszönöm, az így is jó kedvem lett tőle. Örülök neki. Viszontlátásra. Minden jót kívánok, és maradjon meg a jó hangulata, jó kedve. Hát egy telefonáló még befér a műsorba, ha úgy gondolja, hogy felhív engem és kérdez valamit, de az biztos, hogy nagyon fontos a párkapcsolat a bikák részére is. A bika jegyűekre egyáltalán nem vonatkozik az, hogy ők szeretik a magányt, szeretik azokat a hosszú időszakokat, gyorsan fogadom a telefonálót. Nagyon nagy szeretettel köszöntöm ön van a vonalba. Egy gyors kérdést kérek. Kedi Csokolom, Zsolt vagyok, 1969, 4. hó, április 5. Igen. Egy ilyen gyors prognózist kérhetnék, hogy mi válható nekem a következő egy éve. Hát azt gyorsan nem fogom tudni elmondani, de ilyen nagyon gyorsan, hát maga egyébként is egy nagyon pörgős, gyors valaki, megpróbálom 2 percben még összefoglalni, és ha lehet, akkor elárulnám, hova utazik maga ennyit? Én nem utazok. Nem utazott, vagy nem volt egy időszak, amikor más országban élt, vagy más városban élt? Nem volt. Nem volt ilyen? Nem. Érdekes. Én arra gondolnék, hogy egy kicsit most a pörgősségén érdemes visszafogni, mert ebben az évében azért egy kicsit lestagnáltak a dolgok, és hát ez az időszak az, amikor olyan megoldásokat és olyan észszerű dolgokat kell belásson saját maga körül, aminek a termését, tehát a jövő évben fogja learatni. Mi a foglalkozása? Műserész, elektronikai műserész. Én úgy gondolom, hogy nagy szerencsével jó időben lépte meg, amit eddig meglépett, de most egy kicsit talán, minthogyha megállították volna föntről, de nem is az a baj, hanem lényegében ez az éve egy szellemi év. Amikor ötletelünk, gondolkodunk, kitaláljuk, hogy hogy legyen tovább, egy év áll a rendelkezésére, hogy saját maga körül meghozzon olyan döntéseket, amiket eddig úgy nem volt ideje meghozni. Tehát itt a rendrakás ideje, és itt van az az időszak, amikor a termelékenység, a tőkegyűjtés, valamiféle ilyesmi tanulás vagy továbbfejlesztés, pontosan ennek az időszaka ez, de ebből, ha anyagit kérdez, pénz csak a következő évben lesz. Jó, hát köszönöm szépen így dióhéjban. Dióhéjban. Párkapcsolatban él? Nem, sajnos nem. Az is meg fog jönni, de nem most. Jó, csak győzöm kívánni, jó? Na, köszönöm szépen. Nem akkor. Fogja győzni, nem győzi kívánni, egyáltalán rossz felelet, mert másfél év múlva azért ez a párkapcsolat be fog köszönni magának, és még az is elképzelhető, hogy nagyon sok olyan dologra fog ráismerni ebben az évben, amire most még nem hiszi el, hogy úgy van, és egy fél év múlva teljesen máshogy fog gondolkodni róla. Más lesz a véleménye, bocsánat. Jó, hát köszönöm szépen, akkor kezdj csokolom. Legközelebb, ha felhív, mondom. Nagyon szépen jó, köszönöm. Jó, csokolom, viszont hallás.
Hát kérem szépen, ennyi volt mára. Én nagyon szépen köszönöm, hogy megnézték a műsort, tartsanak velem, egy hét múlva újra itt leszek, és akkor pedig szintén hozom a párkapcsolatnak azt a szakaszát, vagyis az olyan helyzetét a párkapcsolati problémákban, amikor aztán, hát, szánom, bánom, de előfordul az ilyesmi, hogy elváltunk, aztán kiderül, hogy mégse kellett volna elválni. Várok mindenkit nagyon nagy szeretettel. Tartsanak velem!